És sziasztok srácok! Nos, ebben a mai videóban, húha, mi is lesz? Hát elvileg leakelték a Chapter 3-as trailert, legalábbis ahogy végződni fog az event, illetve hogyan fog kezdődni a Chapter 3. Ezt TikTokon sikerült kileakelni, úgyhogy ebben a mai videóban meg fogom nektek ezt mutatni, beszélni fogunk róla, de természetesen csak a videó végén, hiszen brutálisan spoileres. De előtte beszélni fogunk arról, hogy végre a Szikla megerősítette azt, hogy ő Foundation. Megkaptuk Chapter 2 utolsó crossoverjét, ami egy Jordan crossover lett. Igazából az kinek már bent vannak az item shopban, viszont a stílusukat csak challenge-el lehet feloldani, illetve egy ingyenes graffitit is meg lehet szerezni. Ezt majd megmutatom a mai videóban, hogy hogyan lehet. Ha pedig támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider. Ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! A rajongók már eddig is tippelgették, hogy Foundationnek a szinkronhangja nem más, mint maga a Szikla, hiszen a hangja nagyon hasonlított rá, illetve még a tetoválása is megegyezik Foundationnek a páncéljával. Viszont tegnap este egy Instagram videóban megerősítette ezt az egészet, ugyanis reklámozott egy energiaitalt, viszont ebbe belereklámozta a Foundationt, illetve a Zero Pointot is. A hűtőben lehet látni egy Foundation sisakot is, úgyhogy ezzel is simán megerősítette. A háttérben pedig lehet látni egy fegyvert, ami valószínűleg Foundationnek az új fegyvere lesz majd gondolom Chapter 3-ban, vagy az eventben. Minden esetre ezt a fegyvert még ugye nem láttuk a játékban. Még ami érdekes ebben a videóban, hogy amikor iszik Rock, akkor mindig megfordul a kamera, ugye ezzel utalva a flipside-ra, szóval ugye a másik oldalra, a megfordulásra. Úgyhogy srácok, most már hivatalos, Foundation nem más, mint maga Rock. Mai item shopba bekerültek a Jordanskinek, amikhez ugye van 3 stílus, viszont ebből 2-t fel kell oldani challenge-ekkel. Ahhoz, hogy ezeket megszerezzük, el kell menni kreatívba, és elég sokat kell játszani, és trickshot challenge-eket kell csinálni. Konkrétan random kreatív mapokra kell bemenni, amik a kapuknál megtalálhatóak, ezután a cipőket össze kell gyűjteni, és a cipőket összegyűjtve megnyílnak kapuk, és a kapukon belül kell kosárlabdával játszani. Ma délelőtt próbáltam megszerezni a graffitit, amihez 12 kell. Nos, majdnem egy óra volt megszerezni ebből 4-et a 12-ből, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok idő ezt az egészet megcsinálni. Meg igazából volt egy kis bug is, és nem adta megint, úgyhogy én feladtam. Én nem fogok szenvedni egy graffitiért 3-4 rosszát, de rá srácok, nektek sok sikert. Akit esetleg érdekel, az új Save the World-ös csomag, amiben 1000 V-Bucks lesz, maga a Save the World, egy skin, egy csákány és egy backbling, pontosan december 5-én fog érkezni, ami már ugye elvileg a Chapter 3 lesz. Ami érdekes ebben az egészben, hogy december 5-e az ugye vasárnapra esik, és ugye mint tudjuk szombat este lesz az event, akkor ezek szerint már vasárnap lesznek szerverek, nem lesz fekete lyuk? Vagy csak az Epic Games elcseszte? Hát erre kíváncsi leszek. Na srácok, innentől kezdve beszélni fogunk erről a Chapter 3 trailer leakről is, ami lehet, hogy nem is valós, hanem lehet, hogy fake, de minden esetre figyelmeztetlek titeket, hogy spoileres, szóval aki nem akarja megnézni ezt a trailert, mert ugyanis el fogja spoilerezni még az eventet is, az ne nézze tovább a videót. Lejátszom nektek a videót. 3, 2, 1... Húha, mit is láthatunk itt, srácok? Láthatjuk itt az eventet is, láthatjuk itt a Chapter 3-as szigetet, és konkrétan az egész sziget megfordul. Tudtuk, hogy a flipside az ugye ilyen megfordulás vagy másik oldalt jelent, de úgy látszik, hogy szó szerint a másik oldal fogunk átmenni. Na de elemezzük át az egész videót. Chapter 2 Season 1-es jelenettel kezdődik a videó, ami szerintem kicsikét furcsa már itt az elején. Ezután, mintha az eventből láthatnánk részleteket, ugye víz alatt úszkál Jones, meg Foundationt is lehet látni. Az, hogy pontosan hol járnak, nehéz lenne megmondani, de ha tippelnem kéne, akkor az IO bázison vannak, pontosabban, ahol a bridge is van, és olyan, mintha áttörne a víz a másik szigetről, úgyhogy hatalmas úszkálás fog csinálni Jones, illetve Foundation. Ja, meg fontos, hogy most már végre találkoztak, szóval lehet, hogy tudtak beszélni a Jennerről, illetve a Sistersről. Ami nekem nagyon-nagyon furcsa ebben az előzetesben, hogy Jones miért öltönyben van, hol van rajta a fejpánt.
ugyanis egy szakadt páncél volt rajta, rajta volt még a fejpánt is. Azért fontos a fejpánt, ugyanis Donald Mustard rajzán is rajta volt, ugye ahol bilincsben volt Jones, és elvileg ez már a chapter 3-ban meg fog történni, akkor most a fejpánt az miért nincs rajta a fején, amikor előtte rajta volt, most meg nincs, utána megint rajta lesz? Szóval kicsikét kavalkád. Ezután láthatjuk még ugye messziről a szigetet, illetve a királynőt, illetve egy hatalmas űrlény flottát. Ugye azt tudtuk, hogy a királynőt nem fogjuk legyőzni, meg hogy visszatér majd chapter 3-ban, viszont szerintem arra senki nem számított, hogy ennyi űrhajó lesz még a játékban, sőt még lesz egy hatalmas ilyen fészek anyahajó is. És nagyon úgy látszik, hogy ha ez a trailer tényleg igaz lesz, akkor a királynő úgymond egy portált nyit meg az ég felett, amivel megidézi az egész flottáját. Viszont valami miatt felrobban a királynő, és bezárul a portál is, és eltűnnek az anyahajók. Bár-bár nem mindegyik űrlény tűnik el, ugyanis egy-kettő ott a trailer szerint ott fog maradni, úgyhogy meg lehet, hogy chapter 3-ban megint lesznek űrhajók. Legvégén pedig azt láthatjuk, hogy átfordul az egész sziget a másik oldalra, és egy sivatagos területet lehet látni. Ez a sivatagos terület nagyon-nagyon hasonlít a chapter 1-ben látható sivatagos területre, és ami érdekes ebben az egészben, hogy helyszínileg pont ott van, ahol chapter 1-ben volt, szóval a szigetnek a jobb alsó sarka. Szóval lehet, hogy tényleg a chapter 1-es szigetre menjünk vissza, és igaz lesz az a teória, amiről beszéltünk. Ugye itt arról volt szó, hogy a Loot Lake Zero Point-nak a helye megegyezik a mostani eventnek a helyszínével, szóval itt már furcsa volt nekem az egész, mintha tényleg közös dolog lenne ebben a két szigetben. De így, hogy látjuk a sivatagot, így talán-talán megerősíti azt, hogy tényleg a chapter 1-es szigetre megyünk vissza. Viszont így, hogy a trailerben láthattuk a királynőnek a flottáját, akkor ezek szerint többen vannak? Több királynő van? Vagy esetleg van király is? Viszont nem tartom kizártnak, hiszen ha belegondoltok, chapter 1-ben is egy ilyen rifttel keresztül érkezett ugye az egyik Kevin kocka, ami egy felderítő kis kocka volt, és lehet, hogy ebből a világból érkezett, amit ugye itt láthatunk ebben a trailerben. A Cube királynőnek van egy külön világa, ahonnan ezek az űrhajók jönnek, bár kíváncsi leszek rá, hogy tényleg chapter 3-ban visszatérnek-e, de elvileg a redditest csávó szerint igen. Ami nagyon-nagyon fontos dolog még, hogy a trailer végén ugye ott van a Fortnite, illetve a Chapter 3-as felirat, és a leírásban Unreal Engine 5 van írva, ami megerősíti azt, hogy végre átlépünk az 5-ösre. Úgyhogy elvileg most már a következő chapterben tényleg a fejlettebb motort fogjuk megkapni, ezáltal szebb lesz a játék, több FPS lesz, és remélhetőleg nem lesz annyi bug benne. Érdemes még itt megnézni a hátteret, mert ugye itt lehet látni az eget, illetve a napot, mert tegnap délután kilíkelték hivatalosan, ami már 100% hivatalos, a Nintendo Switch, illetve a PlayStation-nek a logóját, ami már a Chapter 3-as kép, ahol repül a busz, és ha megnézitek, akkor az ég, illetve a nap teljesen megegyezik a trailer végén látható háttérrel. Szóval nagyon úgy látszik, hogy megkaptuk tényleg a Chapter 3-as trailert idő előtt, bár kicsikét nekem még mindig olyan fake-nek tűnik, mert olyan logikátlan dolgok vannak benne, mint az, hogy például, hogyha hátfordul a sziget, akkor élő lények, meg illetve tárgyak hogyan lennének a szigeten, amikor víz alatt volt az egész. Illetve az előzetes végén Jonesot elsodorja a víz, itt most meg fog halni, vagy itt mi fog történni, mert a sziget nagyon messze van tőle, és ezt a hatalmas vizet úgy élheti csak túl, ha esetleg Foundation odarepül és megmenti. Szóval eddig mit is tudunk az eventről, illetve a chapter 3-ról. Amíg mi harcolni fogunk a királynő ellen, addig Jones, illetve Foundation lemegy a föld alá az IO bázishoz, és lehet, hogy a bridge-nél van egy olyan beállítás, ami Jones ismer, amivel át tudja fordítani manuálisan a szigetet, és ahogy átfordul a sziget, valahogy a királynő úgymond felrobban a víz miatt megsemmisül, mert ugye áthozta volna a flottáját, ezzel az egész univerzumot megfertőzve, viszont így sikerült legyőzni. Illetve még annyi, hogy a Chapter 3-os szigeten lesz egy sivatagos terület. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, nekem nem az, hogy jó lenne ez az egész, hanem inkább furának érzem, hiszen nem erre számítottam, hogy konkrétan a sziget átfordul, illetve a Chapter 1-es szerű szigetet fogunk megint kapni, meg az, hogy a királynő a víz miatt felrobban. Hát én úgy vagyok vele, hogy remélem, hogy fake, és ennél sokkal jobb, sokkal menőbb trailert fogunk kapni, vagy eventet, mert nem tudom, nekem még mindig fura. Minden esetre kommentben írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik ez az egész, szerintetek fake-e, vagy nem, vagy esetleg van-e olyan dolog, amit még én nem vettem észre rajta. Én viszont srácok mára mentem, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkoztok fel, ha még nem vagytok, én Ghost Rider voltam, sziasztok!